bunkert kell építenünk, de nagyot. Előző részben haverunknak, kedves Nazdani barátomnak építettem a bunkert, most nem tudom kinek kell. Attól féltem, hogy nem lettem kifizetve, de aztán sokan írtátok nekem, köszönöm szépen a komment szekcióba. Tényleg nagyon kedvesek, rendesek vagytok. Ó, mi ez a Support the Creator kód itt elrontva? OBS. Bolond vagy. Szóval, megkaptam a 10 000 millpengőt, úgyhogy hála az égnek, rendben vagyunk. Itt is vagyunk a következő résszel, a harmadik résszel. A baráti felkérés volt ugye az előző rész, most pedig jöhet a medium order, Emily Davis kérése. Hogy ki az az Emily Davis? Fogalmam sincs, de én pecintek egy tutti juice, méghozzá egy tutti teát, srácok, egészségetekre. Égyni. És ne felejtjétek el, hamarosan én is végre a kezembe foghatom. A mai nap már legyártódott, jön felénk a kamion, csak ugye előre szoktam videózni, de itt van még az üres doboz a legeslegújabb Tutti Juice Zero-nak, ami teljesen ugyanolyan isteni finom, koffeinmentes, tutti frutti ízű, mint az eredeti Tutti Juice, csak ez még teljes mértékben cukormentes is. Tehát, hogyha esetleg te betegség miatt, vagy saját döntés miatt nem fogyasztasz kevés cukrot sem, akkor a Tutti Juice Zero az teljes mértékben neked való. Természetesen ettől függetlenül az eredeti Tutti Juice ugyanúgy megmarad, csak mellé lesz egy teljesen zero opció is, úgyhogy a webshopunkon elő tudod rendelni, továbbá hamarosan megjelenik országszerte a boltokban. Ha van kedvenc boltod, kisboltod, nagyboltod, ahol szoktál járni, nyugodtan mondd az eladónak, bárkinek, hogy Tutti Juice Zero-t szerezzenek be, mert tudják, hogy honnan kell rendelni, úgyhogy mi azt megoldjuk. Úgyhogy action! Építsünk 12 000 dolláros rohadt nagy bunkert. Ó, jaj. Ó, jaj, 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 jaj. Ez itt komoly meló lesz, azt nézem. Itt ventilációt is kell lesz eszközölnünk. Air conditioner, setup ventilation system. Igen, setupoljuk, aztán össze kell őket kapcsolni, össze kell őket csavarozni. Már használjuk, be kell kapcsolni. Electrical systemet is kell rakni, azt is be kell csavarozni. Oké. Okay. Hát reméljük menni fog. Most 25 230 pénzünk van, és rengeteg feladatunk ott a jobb oldalon. Úgyhogy gondolom először is ás és evez lesz, nem? Tehát ide fognak jönni a cuccok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ide kell. Ú, ez kettő nagyságú lesz. Ú, srácok, ezt most jó megszívtam. Itt fogok estig rohadni. Nem tudom magam szemben kifejezni. De komolyan. Na, hát itt most akkor kezdjük el kiásni az alapját, mert kettő floor részt kell. Amúgy bolond vagyok, hát ne ide tegyem már ezt. Hát, hogy akkor végül is nőhet oda befele? Ó, gyerekek, hát ez itt kész. Jó, akkor megyünk erre. Itt egy kicsit már többet tudnék lapátolni, de ez még mindig semmi. Most jutottam el végre ide. Fú, hát ezt itt fogom estig csinálni. Kár, hogy ez a játék nincsen multiplayerbe, na. Mert sokkal egyszerűbb lenne. A haverom házát haverommal áshatnám ki. Nem itt egyedül. Szépen nő az a kukac, kopasz kukac. Nem, ne kérdezzétek, amúgy még reggel van, amikor ezt a videót felveszem, úgyhogy össze-vissza beszélek, sorry. Na, ássuk ki, aztán vagyok. Nézzétek meg szenvedésem timelapse videó formájában. Na, az első floor rész megvan. Ajátok, engem nem fizetnek meg eléggé. Jó, az a 10 000 dollár az egész sok. De akkor sem fizetnek meg eléggé. Na, az első megvan, és akkor, hú, hát ez itt még jó sokat hátra, de nem baj, most már ennek mentén legalább tudunk haladni. Úgyhogy, folyt köv. Aztán remélem így el, de hát ide el kell férnie még egynek. Ú, figyeljetek, már itt már átástunk a szomszédhoz. Szegény. Sorry, szomszéd. Rájöttem, hogy így fentről egyszerűbb lenne. Lehetséges. És azt nézem, hogy... hát ha.
ez így elég lesz, mert megmondom nektek őszintén, kezdek lejönni az életről. Itt ülök a fények előtt, izzadok, mint a ló, mert már reggel is olyan meleg van itt a stúdióban. Azt ások valakinek a kertjébe. Jó, igaz, 10 000 dollárért, de akkor is! Gép előtt akarok ülni, nem ásni, hát akkor mennék ki ásni a való életbe. Hát építenék, betonoznék. Ventilátor rendszert kötnék be. Milyen nemes feladatok ezek? Ehelyett ások. Na nézzük. Oh yeah, végre. Na, menj ki. Na nézzük. Look at this. Na. Look at my horse is amazing. Vegyünk cementet. Cementet, mentet. Meg is jött az Amazon, azt teletette cementet. Nem is oda tette. Ennyi fért bele. Hogy kell kidobni? Nincs rá szükségem. Így. Kapcsoljuk be. Azt mehet is a keverés. Fogjuk. Ezt. Mixer casen stop. Mixer stop. Mixer öncst ír cement. Ezt ide kell, ez a 8 liter. Jaj, először plank kell. Az Isten áldjon meg, plank. Na. Hallod. Gyerek. Na. Ide kell ez a 100. Ja, még várjál. Haló. Jó. Már csak 2 plank kell ide. Na, vágjuk. Imádom ezt a vágást. 1 másodperc. Vum! Meg itt repülök bele a friss betonba. Jó, és akkor a hátsó... Hú, nagyon macerás ez. Ezt a gépet én biztos arrébb vinném, ha a való életbe itt dolgoznék. Na. Néha 1 másodperc. Néha meg izi. Órák kellenek, mire el tudom vágni. Ezzel a csodálatos kis... fűrészem. Mindjárt ide is öntöm a petont. Csak először még be kell csavarozni, de majd egyszerre akarok csavarozni. Csavarozás nagyon satisfying ebben a játékban. Jó, ezzel meg is leszünk. Amit update-elhetnének ebben a játékban, mivel hogy ez még csak a prológus, ha jól tudom, már kijött amúgy az egész játék is, az az, hogy allergiám van és tüsszögök. A másik, amit nem tudnak update-elni sajnos, de a másik pedig a... az, hogy több dolgot tudjak vinni egyszerre. Mert az... Hammer. Nem csavarhúzó kell, mondom. Hammer. MC Hammer. Bam bam bam. Bim bam bam. Bim. Bum bum. Bam bam. Bum bum bam. Bim bim. Bam bam. Bum. Bam. Jó, ez megvan. Bim bam bum bum. Bam bam bim bim. Jó, befejeztem, sorry. Még egyszer, jó? Bam bam bim bam. Bam bam bim. Bim bim bam bum bum. Ba, kész. És akkor kell ide bukit. Egy bukit. Ble. Amúgy már meg is száradt volna ez a cement. Itt a kezembe. Még egy kis cement. Kész is a beton. Nem kell rá napokat várni, nem kell locsolni. Szomszédnak átástunk a kertjébe. Kit érdekel? Leomlik a háza emiatt. Kit érdekel? Tót volna hamarabb. Oké. Na megvan az első feladat. Az első feladat, ki is fújjam az orra. Na, kezdjük falépítéssel. Az steel beam kell hozzá. Az a baj, hogy így néha nem emlékszem. Várjál, először ki kell választani a build menüből a falat. Concrete wall. Concrete. 6 fa kell. Ó, akkor oda középre nem kell fa. Hogy kell törölni? Cancel. Ajaj. Ezt nem kell! Back. Destruction. Jó, úristen, a betonpadlót ki ne töröld! Uram, atyám, majdnem kitöröltem, láttad? Szóval 6 fa kell. 3, 4, 5, 6. Gondol... Szórakozol. Szórakozol! Fú, ez a játék. Hát még meg sincs a fal. Na jó. Még meg sincs a fal. Na, mi kell a falakhoz? Steel beam. Na, így. Még mindig destruction módban van. Jó, oké, most már nincs. Na. Egy beam, úristen, falanként kell 4 beam. Még egy beam. Bim bim. Na, bim bim bim. Még egy beam. Ó, sok beam. Bim 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 bim. Úristen.
Jobb lett volna, hogy oda be. Oké. Bedobálódik. És így is ezt a falat még majd itt meg kell csinálom, de csak a végén, mert ez a bolond befalaz. Ez a bolond játék. Így. Oké, ez a fal acska is készen van. Vagyis dehogy is, még majd kell keverni konkrét cementet, meg mindent. Na, ezt is egy gyors timelapse-be végigpakolom. Jó, meg vagyunk, és akkor most hegesztés. Láttad már milyen gyorsan heggeztek? Csak fentről lefelé lehet heggeszteni. Túl gyors. Jó. Ezt is. És mondom, akkor már azt hiszed, hogy készen vannak a falak. Jut majd Gerzson Gergő eszébe, hogy még van egy. Az Isten áldjon meg. Inni? Jó. Milyen jó kis kézi heggesztő, kézi készülék. Na, most meg katolni kell a plenkeket. Kedvenc részem. És egyhez vagy négy kell? Úristenem, úgy ezt nem gondolják. Az előzőért 10 000 dollárt járt, ezért meg 12 000. Az 600-szor annyi munka. Hát ki adta ezt az árajánlatot? Hát ez bolond volt. Nagyon sok plank kell. Plank. Éni, leesik az égből. Imádom ezt az... Ez az égből jövő futárszolgálat. Na, jó. Oké. Majdnem azt mondanám, hogy kész, de nem, mert még majd kell bele becóni. Úgyhogy srácok, ezt is nézzétek végig, ahogy gyorsan telepakolom a plankkel. Na. És akkor most jön a konkrét készítés. Kedves betonöntés. Legalább így már elkészül. Hopp, ez üres. Egy zsák. Két zsák. Két zsák. Zsák, zsák, teli zsák. Jaj, Istenem, ez a bunker építés. Még jó, hogy itt örökre nappal van. Tök jó. Ennek örülök. Így időben el fogunk készülni még nappal. Oké. Milyen szépen és satisfying módon változik át betonfallá. Egy bizony, és az utolsó betonfal helyett az utolsó előtti is még tető is van. Elkészül. Na, csináljuk meg akkor még ezt a betonfalat is, mert miért ne? Gyorsba, amennyire lehet. Placement, igen, és fal. Jó, escape, és akkor kell neki steel beam, 4 darab, 1, 2, 3, 4, leesik az égből. Ezt már így gyorsan összedobjuk. Hogyha nem emlékeznétek. Nagyon gyorsak leszünk. Így. Aztán mi jön, srácok, mi jön? Pontosan jön a hegesztés. Így, az istenit, így, és így, aztán jön egy kis plankelés, kedvenc hasgyakorlatunk, 4 plank, 1 plank, 2 plank, nem plankelek, öntök, és majd még a tető szerkezet elkészítése is ránk vár. De semmi probléma. Viszont szerintem ezt ketté fogom szedni két részre, mert nem szeretném, hogy a videó 10 órás legyen, mert ha túl rövid a videó, az a baj, ha túl hosszú a videó, az a baj. Úgyhogy szeretném ezt itt pontosan középre belülni. Kell nekünk még a bucket, megépítettük az alapjait. Mert csodálatos Binky Bunkernek ástunk óriási nagy lyukat a haverunk óriási nagy kertjébe. Úgyhogy srácok, innen fogjuk folytatni a következő részben. Ha szeretnéd mi hamarabb látni, akkor beres egy óriási lájkot. Ha nem tetszett a videó, nyugodtan diszlájkot ezerezvény, srácok. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem, és ne felejtjétek el, az isteni eredeti tuti zsúzok legyenek veletek. Sziasztok!